Sziasztok srácok, itt ismét Démien, eljött egy újabb kártyabontásnak az ideje, egy olyan paklit fogunk ma bontani, amit én már nagyon-nagyon-nagyon régóta várok, ez pedig nem más, mint a Bicycle Astronomy Deck. A Bicycle Astronomy a az számomra azért nagyon-nagyon érdekes, mert én úgy tudom, hogy ez egy irtózatosan szép csomag, és hát csillagászat, nekem a csillagászat az mindig is közel állt így a szívemhez, bevallom őszintén, már gyerekkorom óta, tehát mindig is oda voltam érte, mind a mai napig, mind a mai napig oda vagyok a csillagászatért, hát és ugye ez a csomag, ez alapvetően szép is. Na nézzük meg gyorsan, hogy hogy néz ki. A, az elején, hát ez is már szinte ilyen illuminátiba mehetne át, minden esetre van egy mindent látó szemünk, Astronomy Club 808 Gold, és nézzétek távcsövek mindenhol, meg ott Hold, Nap, minden, tehát mindenféle szimbólum megtalálható benne, oldalán semmi extra, Túloldalt, na ez a limited edition, ez érdekes, mert ilyen, hát nem fóliázott, de minthogyha mégis, tehát ilyen csili dolog, alja semmi extra, a hátoldalán, ha valakit érdekel, el tudja olvasni. Ugye ez arról szól, hogy hogyan is készült ez a milyen kollaborációban készült ez a csomag, és igazából, amit még nem láttunk a tetején, tehát a lezáró, lezáró matrica is ilyen különleges, amit megpróbálok úgy kinyitni, logikusan, hogy ne sérüljön túlzottan. És a túlzottant így úgy értem, hogy egyáltalán ne sérüljön amit már el is rontottam, egy picit, mert ott már be is szakadt, de még megmenthető. Ú, érzem, érzem a felületek, felületek áradó drukkot, hogy izgultok ezért a dologért. nézzétek, tök jó, itt különben még számok is vannak, ugye ezek a, hát gondolom, ilyen csillagászati percek, mármint úgy percek, hogy ilyen fogpercek, vagy nem tudom, hogy hogy hívják ezeket a dolgokat. De tudjátok, mire gondolok. Na, ó, oda nézete, milyen belseje van ennek, azt a mindenit. De jól néz ki. Itt vannak ilyen kis csillagok. Hát ez kész, ez a doboz. Na, most kiszedjük, és. Uh, úristen, mele szedjük ezt ki? Így szedjük ki, jó? Így, így töké... Ó, nézzétek ezt a dobozt. És hát nem tudom, hogy mennyire látjátok, de hát ez csillog, villog. Tehát belül ilyen kékesen. Ó, wow, oh, na, így talán. Ho, oh, oh. hát ez kész. Na, má, már a doboz, már a doboz egy kánoám, Na nézzük! Mi lapul a dobozban? Astronomi, tehát ez maga a, a történet, gondolom a designról, és akkor itt van a hát maga a művész, aki ugye ezt létrehozta, nevezzük így a dolgot, tehát róla van szó, őt ide kirakjuk. Na, hátlapját tekintve, mint a doboz hátlapja, tehát ez a hátlap, egyébként, őt most félrerakjuk egy picit, nézzétek csak, hogy ki tudjuk teríteni. Ó, ez az aranykék, nagyon jól néz ki, megmutatom közelről, így. Tehát ez a hátlap, nem full ami abból a szempontból nem baj feltétlenül, hogy lehet trükközni vele, mert hogyha valaki full csomagot használt már, és mondjuk olyan trükköt akart bemutatni, az rájöhetett a Hát hátrányára, nevezhetjük hátránynak, hogy bizonyos trükköket nem nagyon lehet velük megcsinálni, mert hogyha megfordítunk egy lapot a csomagban, amit nem akarunk, hogy észrevegyenek a nézők, hogy meg van fordítva, akkor az viszont lebukós. Tehát próbáljátok ki egy fulltéltes csomaggal. Na, minden esetre ez egy nagyon szép hátlap, tehát nekem nagyon tetszik oj, tök jól néz ki, és azt nézem, hogy csillog ez az arany dolog na, de lássuk magukat a lapokat Joker, a napocska, ott dobálja a bolygókat és két azonos Joker van, nagyszerű, örömhír srácok két azonos Joker, ha esetleg trükközni szeretnék ezzel a csodaszép paklival és kéne két Joker, akkor megvan azt a mindenit, milyen ez az ász oda nézzetek nagyon durva mutatunk felfele az ég felé, hát merre máshova. Ö, úgy látom klasszikus, mármint abból az értelemben, hogy nincsen csili-vili meg semmi extra, viszont egyedileg tervezettek, tehát látjátok a számok meg minden máshogy van, ahogy szokott, tehát egyedi a dolog, egyedi. Na nézzük, Kopernikus. Kopernikus van a Pikbubinkon, Bubinkon, úgy de jól néz ki, Istenem. Ö, Nézzétek, először, tehát olyan kicsit becsapós, mert most hirtelen a treff ugrott be erről a dologról, de egyébként ez két darab ö, ilyen pikjel, így összefonódva. De jól néz ki, de baromi jól néz ki. a Szón Levit. Hát bevallom őszintén, hogy ö, így a nevekkel és a csillagászokkal azért annyira tisztában nem vagyok. Tehát uh, rajongok a csillagászatért, de azért mindenkit én se ismerek. Jó, hát uh, Galileót uh, nem ismerni azt hiszem, az az mondjuk enyhén ciki lenne, ha őt nem tudnám, hogy kicsoda. Tehát a királyon Galileo, ki más? Na nézzétek az ászok, tehát a piros lapok azok aranyszínűek. A piros lapok aranyszínűek, nagyon jó, és az összefonódott, összefonódott. Káró jelek. Ú, de jól néz ki. Tetszik, tetszik. És csillog. Tehát nézzétek, csillog. Tehát szerintem van benne valami kis metál. Tehát, mert csillog. Ú, de jól néz ki. Ezt alig várom, hogy... Hát mikor felveszem ezt a videót, ti csak pár nappal később fogjátok látni, de ezt alig várom, hogy kikerüljön és lássátok, mert szerintem ez nagyon durván jó. Tihó Brél. Brél? Brach Brach, 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 nem Braille, brach, 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 úristen, hagyjuk. Joseline bel, Burnell, igen, ezek olyan, olyan csillagászok tényleg, akiket, akiket ö, hát legnagyobb szégyenemre nem ismerek. Ö, jó, Newton, newton azért ismerem hát ha másról nem is tudjátok, hát még hogyha nem lenne ott a, a, neve, akkor az almáról egyértelműen föl lehet ismerni. És ő a király, Galileo Newton. Tehát Galileo volt a Pi király, Káro király Newton. Na a Treff király pedig Herschel, Jupiterrel, vagy Jupiterrel, Saturnussal, bocsánat, tehát a Saturnussal. Itt is a, nézzétek a treffek milyen jól össze vannak fonódva, Caroline Herschel, na itt van Herschel, Caroline Herschel, a dáma, tök jó, mert a dámák azok női csillagászok, logikusan. Ptolemy Ptolemaios, vagy most oltári nagy ökörséget mondtam? Javítsatok ki, Ptolemy Ptolemaios, két különböző szeméről beszélünk, vagy nem, mindegy. Klasszikus klasszikus, klasszikus, de nagyon szép. Tetszenek ezek a kidolgozott számok, tehát olyan kis szépek. Az ászok összefonódott trefjelek, nagyon szép. És akkor a király, Kepler, hát őt, őt se kell bemutatni, azt hiszem, Keplert. Ő a király. Kenon, Anni Jump Kenon. Na az ő neve már ismerős, de ne kérdezétek onnan. Ő a dámánk. És Hippokrat. Hip, 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 Hipparkus, már azt hittem Hippokrátus, miről beszélek? Hippakrus. Hipparkus. Igen, ő pedig a bobink. Ilyenkor jön rá az ember, nem? Mikor, mikor, tehát ez a tipikus mondás, hogyha egyre többet tanulunk, és egyre többet tudunk, annál, tehát akkor jövünk rá igazából, hogy semmit nem tudunk, tehát minél többet tanulunk, annál, annál előbb jövünk rá arra, hogy semmit nem tudunk. Na, de minden esetre, oda nézzetek, milyen szép ez, a, ez az arany. arany ez na ú, nagyon szép. Ezzel élvezet lesz bűvészkedni, ezzel az arany színnel, nem tudom. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, nekem nagyon tetszik. Na és a kör, az pedig két szívecske. Középen egy kárójelt formás szinte, de egy két szívecske. És hát igazából sajnos megint kimaradt. Egy double backer, jaj, de jó lett volna. Hát most ezek maradtak. Minden esetre kaptunk egy ilyet, hogyha két csomagot bontanék, akkor összeragasztatnám, de hát igen, hogyha nagyon szükség, annyira nem, azért ennyire nincs rá szükség, de minden esetre valamire azért legalább egy hátlapunk van. Na, srácok, ez volt az astronomi. Hú, nagyon szép, nagyon szép csomag, nem tudom ti, hogy vagytok vele. Feltétlenül írjátok meg. Egyébként kezelhetőségét tekintve egy, egy puhább bicycle. Mostanában a bicycle, hogyha gyárt ilyen különleges kártyákat, akkor ezt a puhább lapokat használja. Tehát nem az a, mint a standard, hogy ilyen irtozatosan kemény, hanem sokkal puhább. Minden esetre írtozatosan jól használható. Tehát nagyon, 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 nagyon jó. Nagyon jó király! tetszik. Na srácok, hogyha nektek is tetszett ez a csomag, akkor feltétlenül dobjatok rá egy lájkot, like mindenféleképpen. Kirakjuk ide newton newton mondjuk newton kirakjuk, meg egy Jokert is kirakunk, és hát logikusan az ászt is kirakjuk. Ö, tehát mindenféleképpen ö, írjátok meg kommentbe, hogy nektek, hogy... Ó, nézzétek, kivillagott. Na most ez, a... ez, ez, ez itt volt a példa, az élő példa. Ah. Fúltér dologra az is hasonlóan kivillan. Szóval mindenképpen írjátok meg a véleményeteket, mert kíváncsi vagyok rá, illetve hogyha tetszett a csomag, akkor azt is feltétlenül ugye. Ö jelezzétek egy lájkal, like Nem tudom, hogy a bűvészbolt vagy akár diszti.hu oldalon lehet emék kapni, most én nem tudom, meg hát, hogy mikor kerül ki a videó, hogy addigra nem-e -e. de hogyha ha felmentek az oldalra és látjátok még, akkor én meleg szívvel tudom ezt ajánlani nektek, tehát bátran, mert írtózatosan szép csomag, és végre kibontottam, mert nagyon-nagyon vártam már, és nem csalódtam egy csöppet sem, egy csöppet sem. Semmiben, tényleg, semmiben. Na, srácok, köszönöm, hogy velem tartottatok. Hát legközelebb is maradjon meg ez a jó szokásatok. Tényleg dobjatok egy lájkot, hogyha tetszett a csomag vagy a videó. Ne felejtsetek el feliratkozni sem, és tartsatok velem legközelebb is. Addig pedig legyetek jók. Sziasztok!